általán megkezdő mondatot. Így ráadásul az irodalmi rámkodó úgy ilyen műhely képviseletében. Szeretném bemutatni ezt a közös műhelyt és a tagoknak a nevét, akik felolvasak. Szerencsére már mások is részt vettek a műhelyeken, de sajnos van, aki végül nem írt, van, aki pedig nem tudott itt lenni a végén ennek a szép tábornak. Sandowski Anita kezdi majd a felolvasást, Kis Réka Margittól egy felvételt hallhatunk majd. Marton Adi Edina olvas még, és Halász Judit, és Móka János pedig megtisztelt azzal, hogy akármennyire próbáltam lebeszélni, de tőlem előadni verseket, és hát nagyon, tényleg nagyon megtisztelőnek érzem. Csak így szerénykedni igyekeztem valahogy. Arról mondanék pár szót, hogy hogyan dolgoztunk, milyen témák kerültek elő. Lényegében a hullámzás témához igyekeztünk kapcsolódni. Tematizáltuk ezt a kérdéskört, ami ugye minden műhely számára így előtérbe volt állítva. Kortárs és 20. század elejéhez kapcsolható szerzőktől néztünk olyan műveket, amiben a hullámzás témája tematizálódik, különbözőképpen. És ebből inspirálódhattak a műhely résztvevői. Nyilván ez valamelyest megkönnyítette az írás folyamatot, ugyanis amiket itt hallunk majd szövegeket, kivéve az én verseim, azok így készülnek a tábor ideje alatt. Mivel egy nagyon rövid táborról van szó, ugye ez azért más, hogy Edinától például két szöveg is elhangzik, és mindkettőt itt írtak. Ezután pedig egy nagy pak ilyen kortárs művészeti alkotások reprodukcióit tartalmazó képeslapot használtunk közös kreatív munkafolyamathoz, és az egyik feladat az az volt, hogy öt képet választanak véletlenszerűen, és ebből, az öt képből inspirálódva írjanak történetet, vagy pedig valamiféle asszociatív költői szöveget. És igazából itt ezek a szövegek voltak az alapjai a közös műhelymunkáknak, ezeket szerkesztettük, illetve Jánosnak a javaslatai alapján ezekből előadások születtek. Szép felolvasások, amiket most fogunk meghallgatni. Úgyhogy én nem is szeretném tovább húzni az időt. Körbeadom azokat a képeket, amelyek inspirálták a művek születését. Véletlenszerűen ugye lehet, hogy pont beleakadunk majd egy-egy olyan összefüggésbe, ami felismerhető is a szövegekben, illetve itt olvashatóak a művek címei, abban a sorrendben, ahogy elhangzanak. Úgyhogy jó szórakozást kívánok ehhez a felolvasáshoz. Nektek pedig sok sikert! Jelenés. Alig vártuk a lányokkal azt a bizonyos, kimozdulós estét. Amikor csak mi vagyunk, csacsoghatunk, vihoghatunk, mintha édes nővérek lennénk. Szabadok voltunk azon az estén, szabadon táncoltunk. Annyi szép találkozást hoz a tánc, kezek, lábak, testek véletlenszerű találkozása. Így jött ő is. Egymáshoz értünk, mosolyogva rám nézett, tiszta, nagy, barna szemei megfogták a tekintetemet. Hozzám lépett, kérdezte, kérek-e inni valamit. Nemet mondtam, de nem adta fel. Csillogó szemeivel kihívott a teraszra beszélgetni. Imádok beszélni, ismerkedni, látni a másikat. Hosszú idő után ott, és akkor végre volt valaki, aki elkezdett érdekelni. Közben szóltam a csajoknak, hogy hol s mind kivel leszek, fürkéző és kíváncsi tekintetük rászegeződött. Végig nézték ők is, mint a többi táncban hullámzó nő körülöttünk. Magas, jó kiállású, széles vállú, melegséget árasztott szemeivel. Nem olyan volt, mint a többi. Kisugárzásával is megteremtette a milliót maga körül. Látták a csajok, hogy minden rendben, amit a most jó kezekben van. Csodálatos beszélgetés indult köztünk, egymás után jöttek a sztorik, a kedves szavak. Annyira passzolunk, annyira együtt hullámzunk, gondoltam magamban. Hallgattam, csillogó szemekkel néztem, de persze vissza kellett fognom magam, amit a ne bomolj, ne add ki magad ilyen könnyen. De jött egy pillanat,
amikor az illatától, a mély hangjától és az eszességétől bódultam, mert elengedtem ezt a fajta megfelelésemet. Hajnalban. Mi még mindig egymásban merülve voltunk, észre se vettük az éjszaka múlását, a többi ember egyszerűen megszűnt körülöttünk. Nem szerettem volna, hogy véget érjen ez a csoda. Szórakozó hely már zárva, barátok otthon, mi pedig, mert hát van olyan, hogy mi, nagy kezébe burkolom sajátomat, várjuk a felkeltét a parton. A foszlán. Szilvás várad barlangjában, múlt és jelen egybekér. Zöld ruhás nő halthatatlan navigál az átomon. Idő múlik, nap halad. Halott tenger ernyed, lángol, szívébe hasított egy szikra, szikla hátán csendesen. Eltűnődött Európa. Idő megáll, nap halad. Dr. Fischer az illegális pékés szerencsejáték fogadás miatt engedélyt vesz egy plasztikai sebész, aki hírnevét azzal nyert el, hogy állatos szerveket, de inkább koboltot ültetett be búvárok és tengerészek munkába. Egy májusi reggelen kapta a telefonhívást, hogy játékosnak választották, ha legyen is milliós ezredik, különleges adását. Dr. Fischer a hívást a Sunshine MU 27 szem előtti nyilvános fülkében fogadta, és jókedvének még azt sem szabad gátolni, hogy a telefonban John Doe-t keresik. Aznap egy XL-es méretű szemetes zsáknyi összenyomott alumínium dobozzal állított be a szomszéd sarkolathoz, Spock kapitányhoz, akinek tetemes mennyiségű, élére hajtogatott ruhája között éppen akadt egy rápasszoló molyette álmát. Dr. Fischer igényes emberként két nap múlva Armaniban és alufólia sisakkal érkezett az állomásra, hogy hosszas válogatás után egy ízléses, sárgára grafikizett tehervagonban tegye meg az utat a stúdióba. Fény és csillogás jutott eszébe, mint régen a rendelőben, ahol gömbcsillárokból ömlött rájuk a fény, rá is a várakozó páciensekre, akik az óriási gömbalokó akváriumban bámulhatták, a szürkénsíkló halakat. A fényre gondolt Dr. Fischer, a szikére, érezte az ujjai között a hidegen simuló pengét. De azt már soha többé, azt már nem lehet ilyen szerelte ujjakkal, soha. A halakra gondolt, a pikkelyekre, igen, talán a pikkelyek most a fontosak. Felvarhatnájuk ruhára, halakra. Talán Spock is beszáll a pikkelyes párnák, még a gyékembereket is megtéveszthetik vele. Mennyivel kényelmesebben aludnának sisak miatt? Nyerni kell? Igen. Muszáj lesz nyerni, amikor odaér. Fehér felejtés. Ablakodon a házak egyben ülnek. Kint kaporáznak a homályos ágak, és kezed megpihen a párás üvegen. Nézed körülötted az elfolyó fontokat, majd visszahúzódsz a takaró alá. Karjai összefonódnak, ha öleled magad, így őrizgeted, forgatod melegen. Feszes gondolatok pattintják el fejed fölött a már repedő üveget, s hirtelen rád veti magát az ég. Oktoncot felfogja a szilánkok záporát, és te ebben a váratlan megváltás szakban nem mered elhagyni óvóhelyet, hisz ki tudja, hová tűnik mindaz, amit a fehér roppanás szerte feszlatott, ha majd talajt értek hideg lábai.
A hóviharban már beteríti a felszínen felejtett tárgyakat, és nem kerül elő alól a szilárdra semmi. Csak a test. Amivel tetőtől talpig bele vagy varva, míg ráncaid a vonzás elsinítja. Minden más olvadékony lesz, amit a maró tér maga alá temet. Hús mitológia. Miért nem bírsz nyugton maradni? Ha elit mocorogsz, le fogsz esni a polcról és kihajítanak a szemétbe. Fogadd el a sorsodat és lassíts, mindjárt jönnek a bárságok. Könnyű neked, bácsikám, a te csomagolásod masszívabb. Én be vagyok szorítva a Debreceni és a Csabai közé. Mesélj, kérlek, inkább a kezdetekről. Attól mindig megnyugszom. Oh, ne, már megint? Ma már háromszor elmeséltem, öcsi. Légy szív. Jó, jól van, legyen. Egbert Sága, akit akkor még Sonnenblumnak hívta, menekülni kényszerült a szülőföldjéről, egy napvilágra került fekete vágás miatt. Hosszú vándorlás után jutott el a Provatmáliába, hogy új életet kezdjen. Jókor érkezett, mert a kisvárosban épp meghalt a több száz éves Hentes dinasztia legutolsó sarja is. Felépítette hát a méltán híres húsüzemét, beindult a termelés, és képzeld, az első ott készült virsli az én ükapám, a te szép apád volt. Sokáig minden rendben ment, a gyár virágzott, minden egyszer mutáns legyek lepték el az üzemet. A kölyelvizsgálat miatt majdnem végleg bezárt a bazár, de végül sikerült egyességet kötni a leglégyebb léggyel, akiről kiderült, hogy ufó. Hé, megromlottál, vagy mi? Ennyi marhaságot hordasz itt össze baromfi virsli létedre? Eddig nem úgy mesélted. Bocsánat, kicsit elkalandoztam. Lehet, hogy megálltott az éjjeli áramszünet. Szóval ott tartottam. De nézd, nézd, igen, engem választ. Már tesz is be a kosarába. Ne, már is itt halsz. Isten veled, kis koktélvésli. Légy hű a sárga névhez, és tápláld jól a családot, akikhez kerülsz. És mindig húzódj a hűtő hátuljába. Tizenegyezer lány. Ennyi maradt. Naponta újra rajzoltuk térképeinket. A silatlagok túlnőttek rajtunk, épületek forradtak el a szemünk láttára. Utak száradtak ki egy hét alatt. Autóinkat tankra cserélve vértől hívul minden ivatóport. Hajókra számított földlakók a hőségben csak alig ruhát viselnek. Kína, India, Európa fába és le aranyjal futtatva? Könyveket, újságokat égetünk a végtelen sötétségben. Érhető földért fohászkodva az égiekhez. Ha megtalálom, akkor boldogság. Az utolsó kert. Úgy kezdődik, hogy zavarodott békák esnek lábaid elé a viharos égesőben. Azt várják, hogy ágakhoz növesz föléjük. És te gyökereket eresztesz széttárt karra. Úgy kezdődik, hogy méteres gödrök billentik ki a dolgokat, megremekedve talpad alatt a talaj, téged övező városi fekete kör sértetlen marad. Úgy kezdődik, hogy a napot váratlanul eltakarja a hold, a legjobb csillagászok is értetlenül nézik, kocsik és tettek ütköznek, mert a lámpák már csak neked világulnak. Úgy kezdődik,
hogy egy metsző sikoltás berepeszti a dobhártyákat, összedönti a hidakat, megzavarja a madarak röptét, de amint megszólalsz, rögtön elcsendesülnek. Úgy kezdődik, hogy a föld izzani kezd belülről. Forró foltok felett új szigetek születnek. A vulkánok egyszerre törnek ki, és mélyre temetik a tőled távol esőket. Úgy kezdődik, hogy egy magányos csecsemő némán fekszik a tengerparton áradás előtt, mégsem indulsz felé, megcsömörlik a szíved, és zokogni kezdesz. Így kezdődik el. Köszönjük szépen. Ennyi. Thank you.